fontos döntés a kisgyermekes szülők körében, hogy melyik óvodában járjon majd a gyermek. Sárospatakon közel 60-an döntöttek úgy, hogy a Karolina óvodát választják. A várható teljes óvodai létszám 285 fő lesz szeptembertől, negyedük életében először lépi majd át az óvoda küszöbét. Nagy meglepetésünkre szolgált az, hogy több mint 45 gyerek kérte a felvételét az intézményünkbe, és 11 olyan gyermekünk van ehhez a 45-höz, akit előjegyzésbe vettünk, hisz 3 éves tanév közben lesz, és akkor kezdheti meg majd az óvodai életet. Az óvodában működik egy környezetvédelmi tagozat, amelynek egyik csoportjába is várnak újakat. Az összevont, azaz vegyes életkorú gyerekekből összeállított halacska csoportban nagy gonddal készülnek az újak fogadására. Szeptembertől 3 nagy csoportosunk kezdi meg az iskolát, akiktől fájó szívvel búcsút veszünk, de már most tudjuk, hogy a helyükre 3 kicsi fog érkezni, akiket sok szeretettel fogunk várni. De ez a befogadás, beszoktatás időszaka, ez elég nehéz a szülőknek, a gyerekeknek egyaránt. De hát sok türelemmel, szeretettel fogunk fordulni feléjük, és reméljük, hogy ők is megszokják a csoportunkat, biztonságban fogják magukat érezni itt, és szívesen jönnek majd óvodába. A bölcsödében is szinte teljes a létszám, a 22 fős keretből már csak 2 szabad helyük van a szeptemberi kezdésre.